Egyre több információt tudunk adni a magyar és külföldi vállalkozóknak arról, hogy milyen módon, milyen formában tudnak bekapcsolódni a munkába, amit visszavonhatatlannak tekintünk. Úgy dolgozunk, hogy a két új atomerőművi blokk minél hamarabb elkészüljön, és Európa két legjobb blokkjaként működjenek. Hangsúlyozta köszöntőjében Süli János a beszállítók számára szervezett Atomex Europe fórumon. A tárca nélküli miniszter azt is kiemelte, Magyarország versenyképességének növelését, fenntartható fejlődését, a fiatalok itthontartását tudja hosszú távon szolgálni a Pakson termelt olcsó villamos energia. Ma azért olyan információkat tudunk átadni a vállalkozóknak, külföldi, belföldi partnereinknek, amiben olyan információkhoz jutnak, amiben konkrét tényeket tartalmaz, hogy eddig alapvetően mindig bátorítottuk őket, hogy mire készüljenek, hogy készüljenek. Azt gondolom, hogy ma itt a konzultációk során magára a konkrét munkavállalásra, szerződéskötéssel kapcsolatos garanciákra, kötelezettségekre is fognak választ kapni. A beszállítói konferencián Kirill Komarov, a Rosszatom nemzetközi üzletfejlesztésért felelős első vezérigazgató helyettese, a megnyitóját követően arról tájékoztatta a sajtóképviselőit, hogy a jövő év elején az előkészítő munkákkal párhuzamosan elkezdődik az egyéb létesítmények építése és a beszállítók kiválasztása. A tervezés most a legfontosabb a projektben. Elő kell készíteni azokat a dokumentációkat, amelyek fontosak ahhoz, hogy Paks 2 megkapja a létesítési engedélyt. Ezt a munkát a terveink szerint jövő tavasszal befejezzük. Ezzel párhuzamosan megindítjuk az építkezéshez szükséges egyéb létesítmények tervezési munkáit. Süli János tárca nélküli miniszterrel azon dolgozunk, hogy ezek építése már a jövő év elején meginduljon a területen. Ezzel párhuzamosan elkezdődik az alapvető munkák beszállítóinak kiválasztása is. Jövőre 10-15 tendert szeretnénk lebonyolítani, kb. 2 milliárd euró értékben. Arra számítunk, hogy a magyar cégek nagyon komoly részt vállalnak majd ezekben a projektekben. Süli János miniszter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a 40%-os magyar beszállítói arány biztosításában a cégek integrációjának elősegítése mellett a szakember képzésben is nagyon komoly feladatai vannak hazánknak. Hozzátette, számunkra is fontos, hogy az előkészítő munkák 2018-ban elinduljanak. Mi is nagyon fontosnak tartjuk a 40%-os magyar beszállítói arány megvalósítását. Pontosan tudjuk, hogy közös munka nélkül ez lehetetlen. Ezért kidolgoztunk egy olyan beszerzési eljárást, ami segíti a magyar cégek részvételét. Ennek során lehetőség lesz további kérdéseket feltenni, iratokat pótolni. Senkit nem zárunk ki a beszerzésekből azért, a téves dokumentum kerül beadott anyagba. Minden társaság számára hozzáférést fogunk biztosítani azokhoz az információkhoz, amelyek szükségesek a projekt által támasztott követelmények megismeréséhez. A legszorosabb együttműködés jellemzi majd a munkát, lesznek olyan beszerzések, amelyekben magyar cég, orosz vagy cseh céggel tud majd együttműködni, így azok a társaságok, amelyek szereztek már ezen a téren tapasztalatokat, meg tudják osztani a magyar kollégákkal. Kirill Komarov azt is hangsúlyozta, hogy a Novovoronyezsben és a Leningrádban épített blokkok referenciaként szolgálnak az Európába tervezett projektekben, és megfelelnek minden Fukushima utáni új nemzetközi követelménynek. Süli János hozzátette, a magyar szakemberek folyamatosan nyomon követték ezeknek az erőműveknek az építését, minden a beruházásokhoz kapcsolódó kérdésben napi információkat kaptak mindkét helyszínről.